Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kicsit visszamegyünk a mostani beszélgetésben az időben, 20 esztendővel ezelőttre pontosan, 1998-at írtunk, amikor egy kis kézműves baráti körből egy mára nagyszerű, azt mondom, hogy a népművészet minden mélységét, kézműves mesterségek mélységét megmutató egyesület jött létre, 1998-ban a Fehérvári Kézművesek Egyesülete 20 éves születésnapot ünnepelünk. Gratulálok ehhez, vendégem Szenci Jánosné, az egyesület elnöke. Szervusz! Szervusz! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Igen, hát egy kis csapat volt a kezdetekben, és én azt gondolom, hogy aki általában népművészettel, kézműves mesterséggel foglalkozik, az egy húron pendül. És így lehetett egy mára országosan elismert egyesület a tiétek. Melyek voltak az első lépések? Köszöntöm a nézőket én is. Hát az első lépés az tényleg 20 évvel ezelőtt az Öreghegyi Kézművesek Társasága 10-15 emberből megalakult, és szép lassan nőtt az egyesület. Aztán lett belőlük a Fehérvári Kézművesek Társasága, majd 1998-ban nyílt lehetőség arra, hogy mint egyesület váljanak, vagy kerüljenek bejegyzésre, és akkor innentől kezdve lett a nevünk Fehérvári Kézművesek Egyesülete, és mindez 1998. december 28-án került bejegyzésre. Igen. És tényleg ez igaz, csupa kézművességet szerető ember a tag azóta is. És már ott tartunk, ugye, hogy már nem csak Fejér megye teljes tág köréből, hanem a Budapestről, a környező megyékből is csatlakoztak hozzátok. Ez annál is inkább nagy szó, mert én azt gondolom, hogy volt egy olyan időszak a mi életünkben sajnos, tehát a magyar életben, amikor óhatatlanul is keveset foglalkoztunk ezzel. Nem foglalkoztunk, nem törődtünk a gyökereinkkel, a modern világ felé tendált az ország, a világ, mi pedig mentünk velük, mint a vakok. Aztán egyszer csak rádöbbentünk, hogy micsoda csodát rejtenek az egykori míves mesterek munkái. Mm-hmm. És ti pedig elkezdtétek ezt. Hogyan lehetett, ugye nagyon sokat segített, hogy jött egy alkotóház. Tehát alkotóházzal nagyon kevés egyesület rendelkezik, azt hiszem a Rácz utca egy csoda önmagában. Így van. 2010-ben kaptuk meg használatra a Rácz utca 27-es számú házat. Hát elég lerobbant állapotban volt, és akkor pályázati pénzekből több fehérvári iskola és cég támogatásával, egyesületi erőforrásokkal rendbe lett téve ez a ház. És igen, nagyon kevés egyesületnek van alkotóháza, mi ennek nagyon örülünk, mert van egy olyan otthonunk, amit mi berendeztünk, és bárki eljön hozzánk, az azt mondja, hogy ó, de jó, itt megáll az idő, és milyen jó itt eltölteni az időt. Igen, mi magunk is tapasztaljuk, amikor ellátogatunk arra, hogy mindig hangulat van, tehát mindig sokan vannak, mindig tudnak miről beszélni, hiszen azért valljuk meg, amikor a népi kézműves hagyományokról beszélünk, akkor óvatatlanul is mindig összehasonlítjuk a mai modern kézművességgel, viszont ez a kettő, ahogy ti csináljátok, nagyon is ötvözhető. Igen, mi azért is kicsit rendhagyó egyesület vagyunk, mert most már, hát ezt is elmondom, 113 tagunk van, tehát 113 tagnak a fele népi kézművességet, a másik fele viszont a iparművészeti tevékenységet folytatja. Tehát nem csak népművészettel, hanem magával a kézművességgel foglalkozik így az egyesületünk. És mind a két oldal képviselői jelen vannak, mindig kicseréljük a tapasztalatokat, és amikor egy-egy régi dologra bukkanunk, ugyanúgy megosztjuk egymással. Megint csak a saját tapasztalataimról beszélek, amikor azt mondom, hogy általában egy egyesület úgy működik, hogy van egy nap, mondjuk szerda 5 óra. Ehhez képest a kézműveseknél a Rácz utcában ez úgy van, hogy azt nem mondom, hogy 0-tól 24 óráig, de gyakorlatilag napról napra ott vannak a találkozók, megbeszélések és beszélgetések, ami nagyon fontos. Igen, mi is azt vettük észre, hogy ebben az évben nagyon sok programunk van. Tehát saját rendezvényeink is vannak, és ez mellett egyre több szakkör elindult. Egyre több kézműves szakákba jelentkeztek emberek, hogy őket ez érdekli. És mi ennek nagyon örülünk, most például itt volt az Advent a Rácz utcában, hogy mindenféle kézműves foglalkozást, kézműves tevékenységet mutattunk be, hogy lehet karácsonyfa díszeket készíteni, apró ajándékot, ajándéktárgyakat, és meglepő volt, mert hát nem találod el, hogy melyik kettő szakma volt a legnépszerűbb, a kovácsolás,
és a fafaragás. Tehát angyalt faragtak fából a kézműves segítségével, nők, lányok verték a vasat és kipróbálták, és a másik véglet is ott volt, hogy apukák ültek le gyöngyöt fűzni, és kicsi gyöngyangyalkát elkészíteni. Úgyhogy mi is meglepődtünk, de azt mondták, hogy őket ez érdekli. Hogy lehet, ugye általában mindenki a minőséget helyezi előtérbe. Ugyanakkor én azt mondom, hogy el kell indulni valahonnét. És ez megint egy tapasztalat, hogy egyre több fiatal vesz részt. Gyakorta hallom a panaszszót, hogy bizonyos mesterségeknél kihalóban vannak, a nagy mestereknek nincsenek követőik. Itt viszont úgy van, hogy látom a töpörtyű kicsi lányka, eljön a nagymamával, vagy az anyuka, lehet, hogy későn kezdi, és nem lesz belőle népművész, viszont jó úton jártok ilyen szempontból is, hogy a türelmes tanítók, a mesterek ott vannak mindig mellettük. Igen, igen, tehát a mi célunk az, hogy a fiatalokat hozzuk be a házba, és mutassunk meg nekik dolgokat, mert ebben igazad van, nagyon sok mesterség eltűnik. Nem lesz, aki megmutatja azt a fogásokat, amik szükségesek hozzá. És ugye mi ezt vállaltuk fel, hogy mi szeretnénk ezeket a mesterségeket úgymond életbe tartani, és sokszor azt látjuk, hogy visszatanítjuk. Tehát ami régen a családban természetes volt, hogy ezt vagy azt a dolgot el tudták végezni, megcsinálni, az manapság már nem így működik. Ugyanakkor a nagyon fontos a minőségre való törekvés. Igen. Tehát ez hogy lehet a minőséget megőrizni? Én mindig azt mondom, hogy szépet csak jó alapanyagból lehet. Tehát bármilyen kézműves tevékenységnek fog az ember neki, jó alapanyagot válasszon. És ehhez türelem kell. Tehát a tárgyainkat nem lehet úgy, hogy most 5 percen van, és 5 perc alatt elkészülök vele. Legtöbb embernél az a probléma, hogy gyorsan-gyorsan. Itt kell egy elmélyülés, hogy most csak ezzel foglalkozom, és abban a pillanatban az embernek a gondolata is átrendeződnek, tehát az alkotás egy ilyen relaxációs folyamattá válik, és mi, amikor jönnek hozzánk, azt mondjuk, hogy ez az alkotás örömét ismertessük meg az emberekkel, hogy milyen jó az, hogy leülök, megszűnik a külvilág, és én most elvégzem azt a munkát, és innentől kezdve lesz minőségi munka. Igen, a minőségi munkában pedig élen jártok. Tehát ha megnézzük a díjazott alkotásokat, bármelyik kézműves mesterséget nézzük, azt hiszem büszke lehet az Egyesület a tagjaira. Így van. Ehhez viszont kell a Népi Iparművészeti Tanács, illetve a Képzős Iparművészeti Lektorátus, akik nagyon szigorúak, ezt nagyon is jól tudom én. Így van. Most volt a zsűrizés legutoljára, tényleg nagyon szigorú szempontok alapján döntöttek. Viszont elég sok tagunknak ott van a zsűrizett terméke. Erre természetesen büszkék vagyunk. Így van. De elnökként, hiszen tehát mester vagy magad is, ilyenkor a mesterek húzzák magukkal a tanítványaikat, vagy aki még nincs azon a szinten? Igen, igen, tehát van tapasztalatcsere, mindig megbeszéljük ezeket, tehát most egy zsűrizés megvolt, akkor mi volt a gond, mi volt a jó, próbáljunk javítani ezeken a dolgokon is, és igen, húzzuk egymást. Az is fontos, hogy kap-e kellő segítséget egy ilyen egyesület. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár mindenféle értelemben, tehát kulturális szempontból az élen jár a magyar városok között. Ezt mondom azért, mert itt most nem csak feltétlenül a kézműves mesterekre gondolok, hanem az egyéb az irodalom, a képzőművészet, tehát próbálja a város a saját erején felül is néha támogatni ezeket a kezdeményezéseket, és tehát nincs elfelejtve ezzel a rossz szóval, illetve a kézművesség sem. Nincs, és igazad van, mert ugye a Népművészeti Egyesületek Szövetségében ennek 58 tagszervezete van. És hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány tagszervezettel kötnek közművelődési megállapodást egy-egy településen. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy velünk Székesfehérvár város önkormányzata közművelődési megállapodást kötött, tehát támogatja a kézművességet, a házat mi működtetjük, az alkotóházat, és cserébe programokat biztosítunk. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a várossal. Ahhoz pedig külön affinitás kell, én azt gondolom, és gondolkodó vezetés, hogy olyan programok szülessenek, amelyek kinövik Székesfehérvárt. Kezdjük talán ezekkel. Tűzzel vassal. Az egy fantasztikus dolog. Igen, igen, a tűzzel vassal. És most értünk el oda. Ugye 15 éves volt a Tűzzel vassal fesztivál,
hogy a kezdetekkor egy 6-8 kézműves jött el, most az idén 54 kézműves mester jött el, és megjelentek a fiatalok. Ugyanis a nagypapák és az unokák jönnek. Tehát érdekes módon kimaradt egy nemzedék. Nem a fiúknak adták át, hanem az unokájuknak adják át a mesterséget, vagy pedig unokaöcsnek. Tehát ez az év volt az, amikor több olyan késkészítő mester jött, hogy ott voltak velük a fiatalok, sőt volt, hogy a fiatal már egy külön sátorba árusította a saját portékáját. Tehát azt látjuk, hogy a 15 év alatt eljutottunk valahova, eredményt tudunk felmutatni, mert újra visszajönnek ezek a dinasztiák, tehát hogy ezzel foglalkozom, a fiam is, aztán az unokám is, és így tovább. Igen, én Sárbogárdon jártam, még a Tűzzel-Vassal előtt, és a Révész családnál természetesen, igen. És ott ugyanezt tapasztaltam. Rendkívül büszkék. Ő viszont már a hagyományokat megőrizve, még hozzátesz a saját fiatal egyéniségéből, és így kialakult a csoda. Így van, kell is. Én ezt vallom, hogy ugye, ha régi dolgot egy-ez egyben másolunk, akkor múzeumi tárgy lesz belőle. Tehát olyan tárgyat kell készítenünk, aminek a gyökerei a népművészetben, de használni tudjam. Mindegy, hogy most fémből készül, vagy fából, vagy más anyagból, amivel dolgozunk. Fontosak a kézműves nyári táborok. Ott igen. Is járunk, tehát meg annyi fiatallal találkozhatunk, akik belevetik magukat a munkába, és ugye azt mondják a fiatalok, hogy ez a nyári táborokat elfelejtjük össze. Viszont ez tipikusan az a tábor, amit nem felejtik el, hanem az alapokat megtanulja, és utána tovább folytatja. Igen, mi így szervezzük a nyári táborokat, hogy kapcsolódjon hozzá az éves folyamat is. Akár az asszonyműhely tábort mondjuk, akár a szövőtábort, vagy pedig gyerekeknek is tartunk kézműves tábort, és évközben meg ott vannak a foglalkozások. Tehát ez tulajdonképpen egy folyamat, és nem csak az, hogy most 5 napig itt voltak, és 5 nap után vége. És azt látjuk, hogy ez tetszik az embereknek, tehát többen vannak úgy, hogy szabadságot vesznek ki egy nyári táborra, hogy bizonyos dolgot el tudjanak sajátítani. Ugye felvállaljuk azt, hogy megtanítjuk kézzel, de géppel is varni. Nagyon sok embernek nincs lehetőség, hogy megtanulja a gépi varrást. Lehet, hogy kapott egy varrógépet nagymamától innen-onnan. Mi felvállaljuk, és nem egy embert megtanítottunk arra, hogy kell varni. Ugyanúgy a szövésnél is, és a többi táborunknál is. Igen, én azt tettem észre, hogy vannak töpörtyű kicsi lányok, igen. Aztán nagyocskák, tinédzser, aztán menyasszony lesz belőle, asszony, akkor már az asszony egy teljes jogú tagja, aztán nagymama, igen. És húzza magával a családját. Igen, és ez a jó, ez adja ezt a folyamatot. Beszéljünk a kiállításokról. A kiállítás az, én mindig rácsodálkozom, tehát ámulok-bámulok, hogy, és azért nem soroljuk fel most a mesterségeket, amelyek ott vannak belül, mert olyan széles a skála, hogy elmenne a műsoridőnk. 20-valahány, ugye? A mostani kiállítást? Mostani. Nem a mostani, úgy általában, amivel büszkélkedhettek. Hát igen, sok kiállításunk van. És sok mesterségünk is van. Így van, hát most a 20 éves kiállításra például 61 alkotó adott igen. Be. Hát ez gyönyörűséges volt egyébként, ugye beszámoltunk róla. Igen. Mi az alapja egy ilyen kiállításnak? Tehát azért ilyenkor mindenki a zsűrizett a legjobb alkotásait hozzá. Így van, ez volt a kérésünk, hogy zsűrizett alkotás legyen, és azt kértük, hogy egy újonnan készült alkotás, és mondjuk 2 régebbi alkotás. És ezt betartotta mindenki, ezt a feltételt, tehát mondtuk, hogy lehet úgy is, hogy az Egyesület logóját megmintázva. És a kiállításon voltak hímezve, faragva egyesületi logók, különféle technikával előállított egyesületi logók, vagy azt mondtuk, hogy maradjunk a megyébe, és Fejér megyei hímzés motívumok legyenek. Vagy a hímzés motívum feldolgozza, például nemez ruhán, vagy mellényen, vagy ékszeren, és így jelenik meg a sok-sok tárgyot. Ugye a többi kiállításról is kell, hogy beszéljünk. Az már külön, tehát én azt mondom, hogy szakavatott összeállítások jelennek meg, ezek sikert aratnak. Ilyenkor az egész kézműves tábor büszke, gondolom én. Így van. De hogyan tudjátok egymást megünnepelni? Hiszen az nagyon fontos. Itt a 20 éves találkozón láttam, hogy bizony néhányan lehajtott fejjel
tehát egy kicsit könnyezve örültek a sikernek, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hogy örüljünk egymás sikerének. Igen, ez nálunk tökéletesen sikerül, hogy ugye volt ez a kiállítás, a 20 éves kiállítás, még nincs vége, mert mondtuk, hogy mint egy ünnepi sorozat kezdődik majd most. Szeretnénk egy kiadványt is az Egyesületről, hogy a tagjaink fotóval, szöveggel, képpel, tárgyaképével bent legyenek ebbe a kiadványba. Szeretnénk egy ünnepi konferenciát is a jubileum tiszteletére, tehát még ezek a jövő hónapoknak a tervei. És igen, tényleg meghatódottan is ültek ott az emberek a 20. kiállításon, mert azért mégiscsak nagy dolog az, hogy a te munkád kint van, és oda jönnek hozzád idegen emberek is, hogy hát ez is gratulálunk, hát ilyen szépet. Szóval ez az embernek, ez a jutalom, hogy az alkotását látták, és hogy tetszik másoknak. Kiemelt hely Budapest számunkra is, és nagyon is jó, hogy az ország fővárosában is rangos események, rangos fesztiválok őrzik a népműves hagyományokat. Én azt hiszem, hogy a mesterségek ünnepén kiemelt szerep jut mindig az Egyesületnek is. Így van. Mindig úgy megyünk a mesterségek ünnepére, hogy egy-egy műhelyt működtetünk. Most például 2018-ban egy bútorfestő műhelyt működtettünk, és egy asszony műhelyt működtettünk. Tehát azt jelenti, hogy állandóan cserélődtek benne a tagok, bemutatjuk a mesterség fortéjait, aki akarja, bekapcsolódhat. Tehát emberek ott sétálnak el előttünk, és érdeklődnek, kérdezgetnek, sőt, van, aki fel is keres bennünket Fehérváron, tehát jönnek utánunk, mert hogy jók a programjaink. Karácsonyt ülünk. Először beszéljünk egy kicsit a betlehemi szép csillag, hiszen az nagyon a miénk. És az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a Szent István Művelődési Házban mindig azt mondom, hogy az igazi adventi ünnep az a törölmetszet, amihez nem kell csillogás-villogás, csak azok az alkotások, amelyek jellemzőek a mi kézműveseinkre. Így van, 16. betlehemi szép csillag pályázatot hirdettük meg. És azért ahogy a püspök atya is mondta a köszöntőjében, hogy mindig megújul, mindig új és újabb alkotások születnek. Tehát nem érezzük azt, hogy ez most ellaposodott volna, alig van jelentkező, és megszűnne a dolog. Nem, pont az ellenkezője van, hogy évről évre újabb iskolák kapcsolódnak be, és most is volt olyan, hogy egy hölgy odajött hozzám, hogy ha tudta volna, hogy van ilyen pályázat, mert ő már csak a kiállításra jött, de majd jövőre pályázni fog. Mi szeretettel várunk mindenkit. Egyébként, amikor a betlehemi szép csillag pályázatról beszélünk, akkor azért nagyon fontos, hogy valóban az iskolák megszólítása az sikerül maximálisan. Igen, és nem egyszerű megszólítani az iskolákat, mert nagyon sokszor az ember elküld egy e-mailt, ami eltűnik a levegőbe. Tehát sokszor egy-egy pedagógust keresünk meg, hogy jöjjön el, pályázon gyerekekkel, aztán aki eljön már is ezt megtapasztalta, az jelentkezik jövőre is, azt vettük észre. És akkor így bővül az iskolák köre. És ennek mi nagyon örülünk, mert nagyon szép alkotások születtek, és ugye mi azt kérjük, hogy természetes anyagból legyen. Tehát ez a fő szempont, hogy természetes anyag, és hogy ugye Jézus születését ábrázolja, betlehemi jelenet legyen. És azt vettük észre, hogy egyre több csoport pályázik, tehát közös munka lesz. Ha közös a munka, akkor még jobb, mert egy közösségépítő dolog ez. Hogyha most a család pályázott, az is nagyon szimpatikus. Egy osztály pályázik, nagyon örülünk neki. Tehát a gyerekek együtt dolgoztak. Például most az idén volt egy angyali sereg alkotás, iskolának a kerámia tanszaka összes tanulója beadott egy kis angyalt, hogy ő hogy képzeli el az angyalt. Hát tényleg egy angyali sereg, mert vagy 40 angyalka ott sorakozott egymás mellett. És mind más. Mind más, mind egy közös, hogy agyagból készültek, és mind más, és mind aranyos volt. Így van, hiszen nem baj, hogy nem szép adott esetben, de angyal, ez az ő angyala, így van, a mi angyala. Így van, tehát olyan egyedi ötletekkel találkozunk minden évben, hogy az ember csak ámul-bámul, hogy hát például most az idén volt egy másodikas kislány, aki így a két kis tenyerét belenyomta az agyagba, és az ujjai nyomán kialakult mélyedésekből festette meg a figurákat. Hát, micsoda ötlet ez.
És gyönyörű betlehemi jelenetet tudott készíteni, és a zsűrinek is nagyon tetszett. Nagyon csóhajtottam, igen, hát ezek gyönyörűségesek. Betlehemi jászol, ugye ez egy országos, és ott igen. is, hát a díjeső nem is, de azért mindig vannak díjak, mert ez fontos. Mert ez visszajelzés. Én nem hiszem, hogy bárki is a díjért csinálná. Hát ezt nem lehet a díjért. De nem lehet. Az elismerés azért fontos, megerősítést rejt. Igen, igen. Hát aki, ugye a díjazás az egy szűk kört érint, de már az is díjazásnak minősül, hogy akinek a kiállításon szerepel az alkotása, az belekerül abba a könyvbe, ami az adott évben készül a magáról a kiállításról. És hát az, hogy az én alkotásom benne van, vagy a társainké, ez nekünk is egy rangot jelent. Pályázatok nélkül nem működik a világ. Tehát ilyen a város támogatása önmagában kevés, a tagdíjak nem különben, én azt gondolom, hogy pályázni kell. Igen. Hála Istennek, én azt gondolom, hogy a kulturális kormányzatnál elég pályázat indul évről évre. Sikerül-e ezeket a pályázatokat kihasználnatok? Mi úgy érezzük, hogy igen. Igen, tehát évek óta írjuk a pályázatot. Van egy egyesületi tagunk, aki ebbe maximálisan tud segíteni. És elég sok pályázatunk nyert, talán egy vagy kettő nem nyert a tavalyi évben. Ez nekünk nagyon jó, mert így annál nagyobb kínálatot tudunk adni. Tehát annál gazdagabb lesz a programunk, ugye, mert a pályázatos pénzeket ezekbe a kulturális dolgokba forgatjuk vissza, hol alapanyagot veszünk belőle, hol eszközöket tudunk venni belőle, hol pedig hát a kézművest is díjaznom kell valahol. Nyilván. No, jövő. A jövőkép nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy a múlt fontos. Nem adok igazat azoknak, akik azt mondják, hogy aki a múltról beszél, az a múltban révedezik, de hogy is kell, hogy emlékezzünk arra a sikerekre. Viszont mindennél fontosabb, hogy így karácsony tájékán, az elcsendésedés időszaka után tervezzük meg a következő évet. Mi vár rátok 2019-ben? Hát ugye folytatjuk a megkezdet. Ugye azt láttuk, hogy egyre több olyan programunk lesz, ami már hagyomány. Tehát én 7. éve vagyok az egyesület elnöke, és 7 évvel ezelőtt még nem minden programunk volt meg, ami most már megvan. És azt láttuk, hogy ez tetszik az embereknek, szívesen jönnek be, és például ilyen volt a Magyar Gyapjú Fesztivál. 3. éve kezdtük el, és jövőre ismét lesz Gyapjú Fesztivál, mert azt láttuk, hogy nagyon érdekli az embereket, és szívesen jönnek. Tehát, hogy kialakítottuk ezeket a saját hagyományokat, ami majd biztos elér a 15 vagy a 16. évfordulóhoz is, mint ahogy elér a Tűzzelvasra, meg a betlehemi szép csillag. Aztán szeretnénk minél több kézműves tevékenységet bemutatni, és azt láttuk most a betlehemi játszóháznál is, hogy nagy az érdeklődés. Tehát családok jöttek, hogy a család minden tagja megtalálja az érdeklődési körének megfelelő dolgot, ez ugye a mi felelősségünk, ezt nekünk biztosítani kell. És ami meglepő volt ebben az évben, még az adventinél, hogy külföldiek jöttek. Tehát Fehérváron dolgozó férfiak, brazil feleségei. És az egyik kicsit tudott magyarul, másik jobban, és aggódtunk, hogy majd mi lesz, de kézművesség nyelve az nemzetközi. Igen. Tehát, hogy kell egy szerszámot megfogni, hogy kell egy eszközzel dolgozni, és boldogok voltak, és egész nap itt dolgoztak. Jött olasz, kanadai egyetemista lányok jöttek hozzánk. Szóval azt mondtuk, hogy nagyon örülünk neki, mert ezek szerint hírünk van, eljutott messzebbre, és mi ezt szeretnénk tartani, tehát a színvonalból nem szeretnénk engedni, úgyhogy 2019-ben mi változatlanul színvonalas programokat akarunk tartani. Megmaradnak a hagyományosak, és ha egy-egy új kihívás lesz, akkor mi szívesen állunk elébe. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Áldott békés karácsonyt kívánok az Egyesület minden tagjának, mindannyiunk nevében, hiszen itt a Fehérvár Televízió műsoraiban is meg kell, hogy mondjam, nagyon népszerűek ezek a műsorok, mert a népművészet örök, mondom én. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm, és boldog karácsonyt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem önök se feledjék a népművészet mindenek felett, így karácsony tájékán is keressék azokat a népművészeti termékeket, amelyek azt hiszem díszei lehetnek ennek a szent ünnepnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!